egy ilyen 20 tonnás darabotnak a körbe mérése, két ember egész napos munkáját igénybe venni ezzel a berendezéssel, meg azt gondolom, hogy negyed órás, maximum fél órás feladat lesz. Pausics Imre vagyok, a Nem Emelt Viselő cég tulajdonos ügyvezetője. Magánvállalkozási különböző lépcsőjeit 1984 óta űzöm. 2005 óta már a rakodó, markoló, megmunkáló gépeknek a báz elemei gyártjuk az Európai Unió legnagyobb gépgyártóinak. Nálunk a gépváz gyártása folyik. Teljes körű kiszolgálást tudunk nyújtani a vevőnek. Tehát a lemez darabolásán keresztül a festett gép a gépváznak a gyártására. Építőipari gépen kívül van egy másik lábunk is, a bányaipari gépek elemeit is gyártjuk már jó pár éve. A növekedést mi úgy érzékeljük, hogy a bányaiparos gépeknek a kétszeresen, háromszorosa igénye merül fel, míg a építőipari gépek lassan tér vissza az a elvárt mennyiség, amit mondjuk 2020-ban vagy 2019-ben gyártottunk nekik, mert ugye 20-ban már azért a Covid hatás érezhető volt nálunk is. Ehhez különböző eszközöket kellett újra pályáznunk, és itt értünk el az, hogy a mérőgépet, szkennel mérőgépet is meg tudtunk vásárolni, és ennek a hatását, illetve a funkcióját örömmel üdvözölték a mi vevőjünk is. A gép végső fázisának összeépítése, különböző elemeknek az alkalmazásával összeépítése kerül. Ha ez megtörténik, akkor itt már szükségünk van a 3D szkennerre, tehát igazából ez a egyik legfontosabb fázis az életünknek, hogy ezzel már lehetővé tesszük azt, hogy valóban meggyőződjünk róla, hogy a várt gép az annak a funkcióknak, illetve azoknak a méreteknek, ami a dokumentáció előíratnak meg tud felelni. Tingitzer Bálint vagyok, Ferrad Bajten Pausics Kft-nél dolgozom 2005 óta minőségügyi vezetőként. A jelenleg gyártott termékeink bonyolultsága, összetettsége megkövetelte, hogy fejleszünk a mérés technikánkon. Korábban ezeknél a gyártmányoknál mechanikus méréseket használtunk, illetve karos mérőrendszereket. Ezek nem voltak teljesen tökéletesek, illetve a vevői elvárásoknak nem feleltek meg teljes mértékben. Hosszas keresgélés után döntöttünk úgy, hogy a 3D szkennert a Vert Magyarország Kft-től fogjuk megvásárolni. Ezzel rendkívül nagyot tudtunk fejlődni a mérés technika területén. Mostantól a bevitt pontfelhőből akár később is reprodukálni tudjuk a méréseket, illetve hogyha a vevőnek van további kérdése, kérése egy bizonyos mérésről, azt el tudjuk végezni utólag, tehát reprodukálhatóak a mérések, nagyon elégedettek vagyunk vele, több prototípusnál is alkalmaztuk ezt a mérőberendezést, és ezáltal tudtunk egy vevő igényeknek megfelelő jegyzőkönyvet kiküldeni. Korábban én is szkeptikus voltam a 3D szkennelés ipari használatával kapcsolatban, de fél év használat után meggyőződtem, hogy nagyon jó döntés volt, hogy beszereztük ezt a rendszert. Alkalmas ipari környezetbe való mérésekre, hiszen mobilizálható, így nem kellett mérőszobát kialakítanunk, illetve az általunk gyártott termékek fizikai méretei miatt ez nem is lehetett volna megvalósítható. Eleinte tartottunk tőle, hogy mennyire lesz bonyolult a mérőgép kezelése, de az oktatások után körülbelül 2 héttel már önállóan tudták használni a kollégák. A szkenner meglehetősen gyors, a beolvasási sebessége 1.800.000 pont per másodperc. Ezt gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mintha valaki szórópisztollyal festene, úgy viszi be az adatokat. A múlt héten a kollégák egy 4 méter hosszú, 2 méter széles Unterwagen szkenneltek be vele, de a mérési tartomány ennél sokkal nagyobb, akár 10 méteres gépet is képesek vagyunk beszkennelni. A mérések elvégzéséhez a Metrolog X4 szoftvert használják a kollégák. A vevő számára egy jegyzőkönyvet tudunk kiállítani, illetve elküldeni akár digitális formában is. Előbb-utóbb remélem, hogy azt fogjuk mondani magunknak, hogy az általunk gyártott gépek ellenőrzésénél nélkülözhetetlenül fog válni ez a berendezés. A termelésünknek a jóságát ez
fogja biztosítani a jövőt illetően, mert azt gondolom, hogy előbb-utóbb elkerülhetetlenné fog válni egy ilyen berendezés, mert ez biztos, hogy megbízhatóvá, gyorsabbá és jóvá teszi a mi általunk gyártott termékeket.